Elég érdekes dolgot látunk, Felgyőn vagyunk, és le, hoppá, és ott vannak a gyönyörű szép színek, de egy elég meglepő dolgot fogunk érzékelni. Egy 15 éves fiatalemberrel találkoztam, aki készítette ezt a csodálatos ételt. Hát azt hiszem, hogy ez sokunknak érdekes lehet. Én megízleltem, és azt tudom mondani, hogy nagyon izgalmas. Hogy szólíthatlak téged? És itt laksz Felgyőn? És ezt tényleg te készítetted ezt az ételt? Igen. Ez körülbelül hány főre készült? Hát olyan 15. És mikor kezdtél el főzni? Mikor főzti először? Tavaly előtt. És kitől tanultál főzni? Apától. A Márkó nem csak főz, hanem nézzék meg, egy kerekű biciklin biciklizik. Minden van itt, kérem szépen, Felgyőn. És tényleg egyedül főzted? Igen. Igen? De miért jó főzni? Nem unalmas dolog az? Hát a több ilyen fiatal az fönn van, netezik. Te meg főzöl? Igen. És kinek szoktál főzni? Hát vendégeknek, akik jönnek hozzá. És ezt hogy kezdted, ezt a főzést? Vagy mik voltak a trükkök? Szia! Hogy kezdted a főzést? Hát segítettek Tatáék is. De Tata mit csinált? Ő csak a bográcsot mozgatta, vagy ő főzte? Csak mozgatta. Igen? És te meg mondtad, hogy mit tegyünk bele, meg... Igen. Te vágtad össze a húst is? Azt nem. Nem? És fűszerezést? Azt is én szoktam. Azt is látom, hogy nagyon-nagyon sok embernek segített vele. Ezeknek az embereknek mind gyógyít az a fiatalember, mert mindenki ennek a fiatalembernek az ételéből kóstol. Te itt élsz télen-nyáron Felgyőn? Igen. És mi lesz, ha nagy leszel, akkor mi szeretnél lenni? Mezőgazdász. Itt a faluba? Igen. Itt szeretnél maradni? Igen. Hát ez egy nagyon fontos dolog. Még egyszer oda megyek a bográcshoz, nézzék meg, itt a jövő nemzedék. Tóth Márkó, kérem ezt a nevet megjegyezni, később is, amikor én már nem leszek.